népdalra épül. Megkötöm lovamat, szomorú fűzfához, lehajtom fejemet, gyönge violámhoz, lovamat eloldom, mikor a hold felkel, te tőled violám, csak a halál volt el. Ez a legősi magyar népdalunk, hölgyeim és uraim, több mint 200 000 magyar népdalt regisztrált a Zenetudományi Intézet. Tudják a németeknek hány van? Pár száz, vagy 1-2 000. Nekünk 200 000 van regisztrálva, úgyhogy a variánsok nincsenek benne. Ezért egy nagy tapsot a magyar földért, mert ebből kiderül, hogy milyen régóta élünk is hazába. Vagy legalábbis részben bizonyíték. Na de, hölgyeim és uraim, visszatérve az előző állapothoz, hát egy örök Szent Miklósi augusztus 20-án azért kerülhet ilyen állapotba a férfi ember, nem? Ugye? Hát természetesen csak a férfi emberekre vonatkozik. És akkor tudják, hogy mi következik? A férfi ember himnusza. Szép így az élet. Az ember, ha részed, a szíve egy nyíló virág. De jó is így élni, mert nem kell úgy félni, ha bánt is a csalfa világ. Én úgy szeretek részeg lenni, mert akkor nekem nem vár semmi. De semmi se fáj. Én kerülöm a józanságot, mert keresek egy szemvilágot, egy jobbat, hol csendes a táj. Nem tudok élni én itt józanul, szívemre száz bánat borul, csalfa itt minden is, az ugaszó. Háj, de részegnek lenni, már minket a mennybe repít. Szép álomvilágban, a minden világra egy ámorka szeretet hint. Én úgy szeretek részeg lenni, mert akkor nekem nem fáj semmi, de semmi, de semmi, de semmi se fáj. Én kerülöm a józanságot, mert keresek egy szebb világot, egy jobbat, hol csendes a táj. Nem tudok élni, én itt józanul, szívemre száz bálon borul, csalfa itt minden is, az ugaszó. Tetsz vagy tapsolsz? Kérdezte drága megboldogult Hofi Géza. Hát nagyon egyet értenek velem. Hölgyeim és uraim, hát akkor mi a következő teendő, amikor már ilyen állapotba került a férfi ember? Mit fog énekelni? Hát megmondom én, következik a nemzet zenéje. Tudják, mi a nemzet zenéje?
Most nem a himnuszra gondolunk, nem a magyar szózatra, nem is a hazám hazámra, nem is az operettek világára, hanem egy összefoglaló műfaj elnevezés, méghozzá ezt a gondolatot, hogy a nemzet zenéje, ami a megfejtés, ami a kérdés önök felé, az Hubay Jenő fogalmazott így, nem is olyan régen, az 1920-as években, ő volt a Zeneakadémia professzora, világhírű hegedű művész. Tudják, mire gondolok? Segítsenek! Több mint 40 ezret írtak belőle! A magyar nóta! Nagy taps a hölgynek! Misikém, hozz egy magyar nóta lemezt, olyan is van nekünk! Fogadja nagyon nagy szeretettel! Igen! A pontos megfejtés! A magyar nóta! Higgyák el, hölgyeim és uraim, ez a zene, ez a másik országokban, ez lefordíthatatlan, és a nyelvezete is. Fogadja nagyon nagy szeretettel! A műsor végén puszítam, adok, izzadok! Egyen adok! Műsor végén dedikáljuk. Bizonyám a magyar nóta. Hölgyeim és uraim, hát bemegyünk egy jóféle magyar csárdába. Azt mondjuk a cigánynak, gyere ide cigány, húzz el nekem a nótámat, mert mulatni szeretnék. És jön a cigány, és rögtön egy szomorú dallal kezdi. Így van, mert sírva vigadunk mi magyarok. Többek között erről vagyunk híresek. Hát képzeljék el azt a nemzetet, ki áll a dobogó tetején aranyéremmel a nyakába. Szól mögötte egy fenséges muzsika, a magyar himnusz, és potyognak a könnyeik. Mi meg a tévé előtt. A második helyezett, ezüst érmes, ott áll vigyorogva. Hurrá optimizmussal néz a jövőbe, szól mögötte egy gyönyörű induló, és mosolyogva nézi a sporttársait, meg a rajongó táborát. Mi pedig ott állunk és sírunk. Így tudunk mi örülni. Sírva vigad a magyar. Hölgyeim és uraim, visszatérünk az eredeti állapothoz, bemegyünk egy jóféle magyar kocsmába, és azt mondjuk a cigánynak, gyere ide cigány, húzd el nekem a nótámat! És jön a cigány, és elkezdi játszani, hogy ne szívjatok soha engem. A színpadon Bognár Rita. Sírassatok engem!